Sok szeretettel köszöntjük Önöket. Szabó Tóth Kinga vagyok, a magklubokat én szoktam vezetni. Szerintem ezt már nagyjából mindenki sejti. Az az igazság, hogy sokszor zavarban vagyok, ha ilyen nagy emberek vannak, és őket látjuk vendégül, és ők tartanak előadást, hogy mit is tudnék én róluk mondani. Tehát ugye az önéletrajzuk olvasható nagyon sok felületen, ki is kiraktuk itt az akadémia bejáratánál, de azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy mindig óriási nagy megtiszteltetés egy területi bizottságnak, hogy az akadémia elnökét vendégül láthatjuk, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Deák-termet is ki kellett nyitni, professzor úrnak is mondom, hogy abszolút telt ház van, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött ma hozzánk. El szeretném Lovász professzor úrról azt is mondani, hogy második ciklus óta az akadémia elnöke, 2014 óta tölti be ezt a nemes pozíciót, és hát azért mindig is a felsőoktatáshoz is kötődő és az akadémiákhoz kötődő ember volt. Az ELTÉ-n szerzett matematikusi diplomát, utána Szegeden is tanított, az ELTÉ-n is tanított, jelenleg is az ELTÉ-n is tanít. Tehát talán ugyanennyire fontos, hogy mindig is a matematikával foglalkozott, a gráfelméletnek a szakértője, nemzetközileg elismert hazai szakértője, ezt is el szeretném mondani. 13 évig az Egyesült Államokban kutatott, 93 és 2006 között, szerintem ez is egy csúcs teljesítmény, ha lehet ezt a szót használni. A Yale Egyetemen is volt tanár, illetve a Microsoftnak is volt a kutatója. Tehát úgy gondolom, hogy kipróbálta a katedrát is, a tudományt az akadémiai keretek között, és kipróbált azt, hogy milyen egy nagy vállalathoz kötődő, alkalmazott tudományt művelni. A magánéletéről annyit, hogy 4 gyermek büszke édesapja, lehet ezt gondolom mondani, a felesége is matematikus, és egy vele készült interjúban talán azt is elárulta, amit nem, remélem nem baj, hogy megosztok a közönséggel, hogy a Fazekas gimnáziumban ismerkedtek meg, első osztályos korukban, tehát nagyjából 15 évesen, és ez a mai világban, amikor olyan bomlékonyak a családi kapcsolatok, tehát ez azt gondolom, hogy a tudományos teljesítmény mellett egy másik nagyon jó dolog, hogy az ember egy családot így tud vinni hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Rengeteg elismerése van és számos díja, 12 nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja, nagyon sok publikációja. Azt gondolom, hogy ennyi méltatás elegendő professzor úrról, napestig sorolhatnám, felkérem, hogy tartsa meg az előadását, a gráfokról és a geometriáról fog beszélni, és még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy hány matematikus ül a teremben. Rajta kívül, bátran. Igen, elég sokan, és azt is szerettem volna a professzor úrtól megkérdezni, hogy a matematikához tényleg azért azt nem denék csak megtanulni. Tehát azért ahhoz készség kell. Lehet ezt mondani? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért, bocsánat, de ezt ki lehet jelenteni, hogy azért ahhoz készség kell. Tehát, ugye? Tehát azért az, hogy valaki érte ehhez, és egyáltalán a kisujjában van ehhez, vagy könnyebben tudja ezeket a szabályokat, egyebeket elsetni, de azt gondolom, nekem is van egy 13 éves fiam, hogy ehhez azért készség kell. Úgyhogy kérném, hogy tartsa meg ezt az előadását, reméljük, hogy laikusok is meg fogjuk tudni ezt érteni, és követni fogjuk tudni, és utána lehetőség van kérdezni, úgyhogy majd felkérném a hallgatóságot, hogy tegye fel a kérdéseit. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a nagyon kedves bevezetést. Próban gráfokról és geometriáról fogok beszélni. Kezdjük először is egy gráffal. De a gráf az egy nagyon egyszerű dolog, egyszerű matematikai fogalom. Lényegében egy kapcsolatrendszer akar modellezni, tehát vannak bizonyos csúcsok, és azok közül bizonyos párok össze vannak kötve élekkel. Az összekötetés az csak azt jelenti, hogy azok valamilyen értelemben kapcsolatban vannak. Ami nincs összekötve, azok nincsenek kapcsolatban. Hát nyilván nagyon sok mindent tud egy ilyen gráf leírni, akár egy elektromos hálózatot, akár egy úthálózatot, de mondjuk a csúcsok jelölhetnek személyeket, és az élek jelentetik azt, hogy azok ismerik egymást. Vagy a csúcsok jelenthetnek fehérjéket egy bizonyos sejtben, és az élet jelenthetik azt, hogy azok a fehérjék egymással kölcsönhatásba lépnek, és így tovább. Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Persze nem ilyen pici, ez csak egy illusztráció, ez a kis rajz. Igazán manapság a sokkal nagyobb, tudom, milliárd
csúcsú gráfok lesznek az érdekesek, vagy azok a legérdekesebbek talán, de ábrának ez megteszi. Na most abból, hogy ugye ez, tehát csak tényleg csak csúcsok és élek, ez az összes információ, itt több más lehetséges módon rajzoltam le, de ez ugyanaz a gráf, csak máshogy van lerajzolva a sín. Az egyiknél más sorrendben vannak a pontok, vagy más helyen helyezkednek el a sigma. Tehát ez mind ugyanaz a gráf. Ezt mindig hangsúlyozunk, amikor a gráf elméletről beszélünk, hogy ez ugyanaz a gráf. De hát azért jó, hogy ugyanaz a gráf, de azért én most abban az irányba szeretnék elmenni, hogy van-e az összes ilyen lehetséges lerajzolások között van-e valami, ami a legjobb? Hát nyilván nem lesz egy a legjobb, de valamilyen szempontból talán a legjobb. Mondjuk itt én az elsőt tartom a legtermészetesebbnek, az mutatja talán legjobban a szerkezetet, de ilyen kicsi gráfnál nehéz ebben állást foglalni. Tehát itt különböző módon lehet lerajzolni. Szeretnénk valami módon a lerajzolással valamit nyerni. És most először gráfoknak egy olyan osztályáról beszélnék, amiket valamilyen értelemben jól le lehet rajzolni, ezeket sík gráfoknak hívják, és ez azt jelenti, hogy ezek úgy rajzolhatók le, hogy az élek nem keresztezik egymást. Talán elfelejtettem az előzőnél mondani, hogy itt az élek keresztezik egymást, de ez a meccéspont az nem érne, ez nem csúcs, az csak ott véletlenül létrejött, mert így rajzoltuk. Ha például itt minden él be lenne húzva, akkor nem is lehetne lerajzolni úgy, hogy ne keresztezzék egymást. Tehát a sígráf az, amit le lehet rajzolni úgy, hogy ne keresztezzék egymást. Hát ez egy elég csúnya ábra, ilyen girbegőrbe vonalakkal. Ugyanezt az ábrát le lehet rajzolni egyenes szakaszokkal is. Itt van egy ilyen lerajzolása. És van egy Fahrenheit tétel, ez még a II. Világháború előttről származik, ami azt mondja ki, hogy tulajdonképpen, ha egyáltalán lerajzolható egy gráf így, hogy az éleinek keresztezzék egymást, valamilyen girbegőrbe vonalakkal, akkor egyenes szakaszokkal is lerajzolható. Ennél azonban több is mondható. Most itt egy matematikai fogalom, de nem nagyon kell érdemes vele törődni, mit jelent ez a háromszorosan összefüggő. Hát ez csak azt jelent, hát a definíció az, hogy akárhogy hagyok el két csúcsot, még mindig összefüggő marad az egész ábra, tehát legalább három csúcsot el kell hagyni ahhoz, hogy ne legyen összefüggő. Mindenesetre ez egy olyan viszonylag tömörebb síkgráf, és minden ilyen háromszorosan összefüggő síkgráf, na az lerajzolható, itt van ez egy poliéder, aminek az élhálója az, hát ezt ellenőrizni kell, nem olyan ránézésre nem rögtön látható, de ez a gráf az élhálója. És van egy másik tétel, ami Steinitztől származik, egy német matematikustól 1922-ből, tehát jóval tulajdonképpen régebbi, mint az előző, ami azt mondja ki, hogyha nem akármilyen a síkgráf, hanem ez a bizonyos összefüggőségi tulajdonsága megvan, akkor mindig lehet hozzá csinálni egy ilyen konvex poliédert, aminek ő az élhálója. És ez már egy nehezebb állítás, ennek a bizonyítása, meg ennek a poliédernek a konstrukciója az nem olyan egyszerű, de ha azt kérdezzük, hogy ezt a poliédert hát hogy lehet egy ilyet megkonstruálni? Most valaki megkapja itt ezt a baloldali gráfot, ilyen módszerekkel lehet ezt a poliédert megkonstruálni,
Hát erről egy-két szót szeretnék mondani, mert ez nagyon érdekes. Matematikában mindig a módszer az érdekes. Tehát a matematika az gondolkodásról szól, hogyan gondolkozunk. És a hogyan gondolkodásban a módszer a lényeges, most hát itt természetesen egy ilyen viszonylag este és rövid előadásban olyan sokat a módszerekből nem tudok bemutatni, de valamit azért hadd legalább a kezdetét hadd mutassam meg. És az az is érdekes, mert ugye a geometria mellé most még fizika is bejön, ilyen gumiszalagokat tekintünk. Tehát itt van egy ilyen háromszorosan összefüggő síkgráf. Annak először is veszük a külső határát. Külső határát, és azt ide szögeljük egy ilyen sokszögnek, egy ilyen matematikai nyelven konvex sokszögnek a csúcsaiba. Tehát itt van a külső határa. Hát ez a külső határt alkotó élek ezzel meg van határozva, hogy hova kerülnek. A többi csúcsot azonban szabadon hagyjuk, akárhova megy, és az éleket meg gumiszalagokkal helyettesítjük. Na most ezek ilyen nagyon modern, high-tech gumiszalagok, mert egyrészt azt kell tudniuk, hogy nem gubancolódnak össze, másrészt azt kell tudniuk, hogy ha magukra hagyjuk őket, akkor nullára összehúzódnak. Nyugalmi állapotunkban a hosszú. De hát matematikailag el lehet képzelni ilyen gumiszalagokat, és akkor az egészet elengedjük, és ez valamilyen egyensúlyi helyzetbe kerül, és hát itt van egy ilyen ábrája annak, hogy néz ki ez egyensúlyi helyzetben. Na és egy 1963-ból származó eredmény, hogy ha ez ilyen háromszorosan összefüggő síkgráf, mint az előbb beszéltünk, akkor ez a gumiszalagos egyensúlyi helyzet, ez síkbarázolás, vagyis nem fogják egymást keresztezni ezek a gumiszalagok, szépen az egész kiterül kereszteződés nélkül. Ez egy elég komoly tétel, hogy mellesleg az ember el is várja a Tant nevű úrtól, aki a brit származású kanadai matematikus volt, és csak úgy érdekességként megjegyzem, hogy talán sokan hallottak a Bletchley Parkról, ahol Alan Turing vezetésével ugye a német kódot az angolok föltörték. Hát állítólag ő volt ott az ész. Tehát persze az Alan Turing, hogy csak kellett félteni, ő is jól el volt látva ilyen tekintetben, de ez egy rendkívül, tehát ez adott, még ő, mert jó idős volt, egyszer hallottam egy személyesen egy előadását, ahol elmesélte erről a Bletchley Parkról mindenféle érdekes történeteket. De mindenesetre ez is egy teljesen újszerű gondolat volt a részéről, hogy nézzük meg, hogy mi történik ebben a gumiszalagos egyensúlyi helyzetben, és akkor azt mutatta meg, hogy ez egy sima rajzolást. Na most nyugodtan a polinomiális jelzőt azt nem fogom elmagyarázni. Azt jelenti, hogy nagyon hatékonyan ki is számítható ez az egyensúlyi helyzet. Tehát ha meghagyjuk a gráfot, meg hogy hova szögeztük le a külső csúcsokat, akkor egy nagyon egyszerű számítással kiszámítható, hogy hol lesz ez az egyensúly, a síkbarázás. Akkor lehet ellenőrizni, hogy tényleg így van el, hogy nem keresztezik egymást. És egy másik, visszatérve arra, hogy egy poliéder élhálóját akarjuk, ez egyelőre ugye a síkban van, ez a gráf, ezt meg lehet mutatni, hogy ezek a csúcsok akkor fölemelhetők, kiemelhetők a síkból, úgyhogy ezek a kiemelt csúcsokkal együtt már egy poliéder élhálója legyen. És ami itt érdekes, hogy itt is egy érdekes név van, Maxwell, ugyanaz a Maxwell, aki a Maxwell egyenleteken megalkotta. Tehát őt nagyon érdekelte ez a tulajdonképpen ilyen, ennek ilyen gépipari háttere van az egész témakörnek, és
valamint ilyen ábrázoló geometriai jellegű, és ő módszerével lehet megmutatni, hiszen meg a Steinitz reprezentáció az későbbi, de ő eredményeiből lesz kiolvasható. Jó, nézzünk egy másik látszólag, másik fajta reprezentációt. Vegyünk itt egy köröket, körlapokat, azokkal indulunk, ezek a sárga körlapokkal. Ezek nem fedik át egymást, de hát az érdekes esetben érintkezni fognak. Aztán vegyük ezeknek a középpontjait, és ahol két ilyen körlap érintkezik, itt, azt a két körlapnak a középpontját kössük össze. Hát azt nem nehéz látni, hogy ez az összekötő szakasz, ez itt az érintési ponton át kell, hogy menjen. És ezek az összekötő szakaszok, ezek nem fogják egymást metszeni, mert hát mondjuk például ugye ezek itt mindig a körökön belül haladnak, és ha itt nézek egy középpontot, akkor itt sugarassal mennek ki, ezek nem metszik egymást, ez nem tud metszéspont létrejönni. No, ez, tehát ilyen módon minden érintkező körökből tudok csinálni egy gráfot. És ez sígráf lesz, mert ugye az élei nem metszik egymást. No, a 30-as években Köbe német matematikus bebizonyította, hogy akárhogy veszek egy sígráfot, az mindig tudok találni ilyen érintkező köröket, amik pont azt a gráfot reprezentálják. Ez már egy bizonyítás, ez egy új bizonyítás, ez egy ma is közölhető cikk, tehát az egy komoly eredmény. De itt van például egy másik ilyen rajz, ami hát itt az egyik kört kívülre matematikában jártasak számára az egyik kört invertáltuk, hogy az kívül legyen, így akkor jobban elhelyezkedik az egész könnyen. Na most, igen, itt valahogy duplán érintkező körök vannak oda fölírva, és arról van szó, hogy most egy nagyon egyszerű esetet vettünk, amikor négy ilyen kör van, van itt egy kicsi középük, és van három nagy. És akkor ezek középpontjai egy ilyen gráfot alkotnak, négy csúcsból és hat élből áll. Most akkor ennek a gráfnak felosztja, vannak ilyen országok vagy tartományok, például ez a háromszög, abba lehet egy beírt kört írni, és akkor meg lehet csinálni a beírt köröket, és akkor hát csodák csodája, vagy nem csodák csodája, attól függ, hogy ki mennyire vajátos az ilyen meggondolásokban, ezek is akkori lényegében ugyanazt adják. Tehát itt van négy kör, amik háromként érintik egymást. Jó, hát ez egy nagyon egyszerű alakzat, de igazából kiderül, hogy bármilyen, tehát ez lehet egy sokkal bonyolultabb alakzat is, és akkor itt lesznek a sárga körök, azokat összekötik bizonyos szakaszok, a középpontjai. Ezek a szakaszok ilyen tartományokat hozzák a síkot, és ezeknek a tartományoknak lesz beírt köre, és ezek a beírt körök, ezek pontot érintik egymást, ahol a megfelelő sárga körök is érintik egymást, tehát így valahogy egy ilyen dupla logikailag szimmetrikus két körrendszer áll elő. És van egy tétel, ami azt mondja ki, hogy bármilyen háromszorosan összefüggő sígráfot is veszünk, azt le lehet úgy rajzolni, hogy ilyen két ilyen érintkező körcsalád is előálljon. Az egyik a csúcsok köré írt körökből, a másik meg a lapokba beírt körök. Na jó, de mire jó ez? Nagyon sok alkalmazása van egyébként, ez egy mély konstrukció, amit sok felé lehet alkalmazni. Én egyet szeretnék megmutatni, ezt szokták ketrecnek hívni. Megint itt van egy gráf, de most a
nem a síkban, hanem az a térben van így ábrázolva, és úgy van ábrázolva, hogy ennek minden élet érinti ezt az adott gömböt. Tehát van egy gömb, és akkor egy ilyen ketrec, képzeljük, hogy ez egy olyan állat, ami teljesen olyannyira szorosan kell ketrecbe zárni, hogy a ketrecnek minden rúgja az érintse az állatot, hogy minél kevesebbet tudjon mozogni. Nem akarok állatkínzónak tűnni, de innen származik a ketrec reprezentáció név. Na most kiderül, hogy ez is megvalósítható, csak most már visszatértünk itt a poliéderekre, mert ez egy poliédernek az élhálója, aminek minden éle érinti a gömböt. Mi közel van ennek a körökhöz? Hát itt van a két példányban lerajzolva ezt a reprezentációt. Na most az első az, hogy ha itt oda képzeljük magunkat az egyik ilyen csúcsba, és ránézünk erre a gömbre, akkor amit látunk, annak van egy horizontja. A gömbnek egy ilyen sapkáját látjuk, annak van egy horizontja, ez egy kör. Egy másik csúcsból ugyancsak látunk egy kört. Nem nehéz meggondolni, hogy ha két csúcs olyan éllel van összekötve, amit érinti a kört, a gömböt, akkor ez a két kör érinteni fogja egymást. Tehát itt akkor a csúcsoknak megfelelően vannak ilyen körök, szomszédos csúcsoknak megfelelő körök érintik egymást. De meg lehet csinálni egy másik tükköt is, hogy ennek a poliédernek vannak lapjai, azokkal a lapokkal elmetszünk a gömböt, megint csak köröket kapunk, egy síkkal elmetszünk egy gömböt, akkor ott egy kört kapunk, és megint nem nehéz meggondolni, hogyha két lap egy élben érintkezik, akkor a megfelelő körök, ezek a metszetek érinteni fogják egymást, tehát megkapjuk mind a két kör családot. De ez egy gyönyörű konstrukció, sok alkalmazása van, mert olyan messze menően nem triviális ennek a megkonstruálása és ennek a megvalósítása. És a valami nem triviális, egy matematikai gondolat nem triviális, annak előbb-utóbb fontos alkalmazásai lesznek. Ez egy ilyen természeti megfigyelés. Tehát, hogy a világot meg akarjuk érteni, és hogyha valami nem triviális, valami komoly összefüggést felfedezünk, akkor annak lesznek alkalmazásai. Hát erre ugye millió példa van a relativitás elmélet se született volna meg, hogyha korábban Riemann és Minkowski nem csinálnak teljesen absztrakt geometriát, csak azért, mert fel akartak fedezni valami érdekes összefüggést a matematikán belül. Na, hát egy másik problémáról beszélnék. Ez információ elméletből jön elő, van két szereplő, ezeket nagyon standard úgy hívni, hogy Alice és Bob, és üzenetet akar Alice küldeni Bobnak. Van itt valami ABC, amiből ő egy betűt átküld, egy csatornát, de az a probléma, hogy ez a betű eltorzulhat. Például egy B betűt akar küldeni, de valahogy akkor egy D lesz, mire átér oda. Zajos a csatorna. Na most az, hogy most egy egyszerű eset, mondjuk, hogy az egész ABC csak négy betűből áll. B, P, Q, D. Na most lehetséges, hogy bizonyos betűk eltorzulnak. Hát a B mondjuk eltorzulhat DB, mert B eltorzulhat PV, de mondjuk a B Q-vá már nem torzulhat, mert az már kétszer kéne tükrözni. Egyébként ezek nem olyan ritka olvasási zavarok, hogy valaki a B-t és a D-t, vagy összet ilyen tükrözéssel létrejövő betűket összetéveszt. Tehát most ez csak egy matematikai, nagyon egyszerű matematikai feladat, hogy
Na most tegyük föl, hogy ez a helyzet, akkor mit tud a Alice csinálni? Tehát itt az, ahol egy él van, az azt jelenti, hogy ez a vető és ez a vető, mire áttér, esetleg összetéveszthető. Ha nincs összekötve, akkor nem téveszthető össze. Hát Alice meg tudja azt csinálni, hogy azt mondja, hogy hiába, nem érdekel engem, hogy itt négy betű van, én mondjuk csak a B-t és a Q-t fogom használni, azok nem összetéveszthetők, tehát ebből a két betűből alkotott üzeneteket, azokat egyértelműen megérti a cincel. Tehát csak két betűt használva, ha tényleg az van, hogy csak ezek téveszthetők össze, ahol itt ilyen éllel jelöltem, hogy az összetéveszthető, akkor két betűt tud használni belőle. Nézzük egy kicsit bonyolultabb helyzetet. Itt most öt betűből áll az ABC, amiket itt ide jelöltem, és megint a szomszédosak összetéveszthetők, tehát ahol egy ilyen él köti össze őket, azok összetéveszthetők, hát mondjuk, hogy összetéveszthetők. Hát mindig csak egy matematikai feladat. Akkor vajon mi a legjobb? Hogy tudunk üzeneteket küldeni? Hát az a baj, hogy még innen is csak két betűt tudunk használni. Az út és a dupla B-t használhatjuk, mert azok nem összetéveszthetők. De ha három betűt akarnánk használni, azok között már mindig lenne két összetéveszthető. Tehát továbbra is csak két betűt használva nincs veszély. De azért itt van egy érdekes jelenség. Tegyük föl, hogy nem csak egy betűt, hanem két betűs szavat, szót szeretne Alice átküldeni a csatornán. Akkor viszont, hát ugye a két betűt használva, a két betűből négy darab ilyen szó volna alkotható, de igazából ötöt is tud, mert ez az öt két betűs szó, lehet ellenőrizni, ezeket már nem lehet összetéveszteni. Például az U-t és az N-N-et nem lehet, mert az U és az M az egyértelműen megkülönbözteti ezt a két szót. Ezeket nem lehet összetéveszteni. És így tovább, mert lehet ellenőrizni, hogy ez az öt szó olyan, hogy ebből semmelyik kettő nem téveszthető össze. Tehát ez jobb, mint hogyha csak két betűt használnánk. Na, mondja, igen, indultáció, menjünk valami technikai hiba, de nem baj. Most tegyük, hogy nem kettő hosszú, hanem száz hosszú üzenetet akar küldeni, száz betűs üzenetet, egy normális mondatot, akkor ugye az egyik lehetőség, hogy csak két betűből alkot ilyen száz hosszú üzeneteket, kis matematikai feladat, hogy akkor ebből kettő a századikon ilyen üzenetet lehet alkotni. Mindig, amikor egy újabb betűt küld, ez kétféle lehet, és akkor így mindig duplázódik a szám, tehát száz betűnél kettő a századikon. Viszont megteheti, hogy a betű, hogy úgy képzelni, hogy az üzenetet ebből az öt rövidke szóból állítja össze, ebből ötvenet tesz össze, ahol akkor lesz száz betűs üzenet, és ezekből már az öt, ugye csak ötvenet tesz össze, öt az ötvenediken, na most akkor ezek nagyon nagy számok persze, ez azt jelenti, hogy öt az ötvenediken az nagyobb, mint négy az ötvenediken, és az pont a kettő a századikon. Tehát az öt az ötvenediken az jóval nagyobb, mint a kettő a századikon. Tehát sokkal hatékonyabban tudja csinálni, ha ezt a trükköt használja, hogy két betűs szavakból kiválaszt ötöt. Na most ugye az egészet lehet általában megfogalmazni. Van egy olyan fogalom, hogy összetéveszthetőségi gráf, ez az, amit eddig is használtunk, hát az ABC betűi csúcsok, általában több mint öt, de most csak annyit rajzolok, és nyíl azt jelenti, hogy azok összetéveszthetők. Szokásos jelölés, hogy alfával jelölik
azt, hogy hány betűt lehet ebből az összetévesztés veszélye nélkül használni. Tehát itt kettőt, mert két betűt kiválaszthatunk, azokat használjuk, azok nem összetéveszthetők, de hármat már nem, mert három betűből mindig van kettő, amelyik összetéveszthető. És hát akkor mondhatom azt, hogy elnézést egy kis jelölésért, hogy alfa K-val jelölöm az összetévesztés veszélye nélkül használható K betűs szavak maximális számát. Ez tehát ebben az esetben K egyenlő 2-re, ez 5, mert azt láttuk, hogy itt 5 szót is lehet használni összetévesztés veszélye nélkül. Na most ezt az egészet Shannon, aki hát az információ elmélet megalapítója, sokak szerint a 20. század legnagyobb alkalmazott matematikusa volt, ő vetette föl ezt a problémát. Na most, tudom, hogy minden ábra az, azt mondja, minden formula a hallgatóság felét lecsatolja az előadásról, úgyhogy nyugodtan csatolódjanak le, ez csak erre az oldal, de azért gondolom másrészt a szép számmal itt levő matematikus vagy matematika tanárok kedvéért, tehát hogy lehet nézni ezt az alfa k-t, ez az, hogy hány k hosszú szót tudunk összetévesztés veszélye nélkül megalkotni, és akkor ebből k-adik gyököt vonunk. Ugye ez úgy növekszik, hogy mindig jó, mindegy, és akkor a k tart végtelen, akkor ez valami tett a számhoz tart. Ez nagyjából azt fejezi ki, hogy ha nagyon hosszú üzeneteket akarunk küldeni, akkor egyel növelve az üzenet hosszát, hányszorosára nő az elküldhető üzenetek száma. Ez a teta. Tehát például ezt be lehet bizonyítani, itt úgy mutattuk, hogy kettőt a négyszörnél, kettőt lehet használni, és annál jobbat nem lehet, akármilyen hosszú üzenet, tehát ez a teta, ez kettő. Az ötszörnél is lehet kettőt használni, ebből már is látszik, hogy a tette az legalább kettő, de igazából volt öt az ötvenediken. Abból kell századik gyököt vonni, az négyzetgyököt. Tehát innen jön ez a négyzetgyököt. Tehát az a konstrukció, amit mutattunk, az mutatja, hogy ez legalább négyzetgyököt. És hát be lehet bizonyítani, ez már a nehezebb dolog, hogy ez a legjobb, ennél jobbat nem is lehet a négyzetgyököknél, ez nem lehet fölülmúlni. Na most muszáj, hogy megmutassam az elindulását az előző eredménynek, hogy bizonyítjuk, mert aztán ehhez szeretnék valami mást hozzácsatolni. Ez ortogonális reprezentáció, tehát megint arról van szó, hogy van ez a gráfunk. Most egyelőre ez a gráf, ez itt alul van, ez az ötszög, de bármilyen más lehet, ez az összetéveszthetőségi gráf, ami az összetéveszthetőségi viszonyokat leírja. És akkor most azt csinálom, hogy itt a betűknek, tehát ezt valahogy ebben az esetben itt a háromdimenziós térben képzelem, itt van az origó, és akkor oda mutatnak ilyen nyilak, tehát vektorok. És úgy kell ezt megcsinálni, hogyha két betű megkülönböztethető, mondjuk a V és az M, akkor az M-nek megfelelő oda mutató vektorok, ezek egymásra merőlegesek legyenek. Ezt hívjuk ortogonális reprezentációnak. Hát ezt úgy lehet látni, hogy ezt az ember meg tudja csinálni, úgy szokták fogalmazni, hogy az ember vesz egy ilyen esernyőt, aminek öt bordája van, és akkor azt nyitja, és akkor egyszer eléri azt, hogy a másodszomszédosak azok merőlegesek legyenek, és az egész forgás szimmetria miatt akkor ez egyszerre következik be az összes másodszomszédosra.
Tehát megkülönböztethet őket merőleges vektorokkal kell jellemezni. Ugye betűkből összeteszünk szavakat, ezt már igazán szégyellem, hogy ideírtam, hogy tenzorszorzat, és ebből a reprezentációból ki lehet számolni egy bizonyos számot, ez az, ami a gyököt volt az előzőeknél. Ez mindjárt itt azt hiszem, hogy van egy ábra, megint csak a matematikusi becsületem miatt elmondom, hogy hogy kell ezt kiszámolni. Tehát itt vannak ezek a vektorok, ugye itt a csúcs, tehát minden vektor egy betűnek felel meg, és az összetéveszthető betűket egymásra merőleges vektorokkal kell ábrázolni, de most akkor azt akarjuk, hogy az egész benne legyen egy kubban, és ennek a kubnak van egy ilyen félnyílás szöge. Tehát ez a legszűkebb ilyen kubot tekintjük, van egy fi, ami a félnyílás szöge, és aztán veszünk a koszinuszát, négyzetre emeljük, veszünk a reciprokát, és ezt minimalizáljuk, tehát a lehető legkisebb nyílás szögre vesz ez minimum, és ez a bizonyos teta. És akkor belátható, hogy ez a kivonás az véletlenül maradt ott, az most nem játszik szerepet. Tehát ez a lényeg az, hogy ez ennek a semmiféle kapacitásra ad egy felső korlátot, és hogyha ezt az ötszögre kiszámoljuk, itt az előző ábra alapján, ugye akkor itt ennek a félnyílás szögét kiszámoljuk, akkor pont kijön a mindegyük. Tehát ez az állítás, hogy ennek az ötszögnek, ami ezt az ABC-t ábrázolt, ennek négyzetgyököt a kapacitása. Na most egy kicsit még elmennék újra vissza a fizikához. Aki egy kicsit ismerős kvantumfizikában, annak lehet, hogy az előző megmondalások olyan valamit fölidéztek, mert ugye a kvantumfizikában is az van, hogy egy rendszernek az állapotát azt egy vektorral írjuk le, és a merőlegességnek ott is van jelentősége, a merőlegesség az azt jelentheti, hogy egyszerre, tehát hogy például kizárt események, azok nem tudnak egyszerre bekövetkezni. Ugye egy rendszernek az állapotából nagyon sok, tehát azt megfigyeljük, akkor sok minden kijöhet, de ha két merőleges állapotot figyelünk meg, akkor már nem. De ez most csak ilyen filozófia, tehát hogy ott is a rendszerhez vektorokat, egy esemény, egy tulajdonság megfigyelése az azt jelenti, hogy vetítjük ezt a vektort egy egyenesre, és ez a mérés, és ha két tulajdonság egyidejűleg megfigyelhető, akkor a megfelelő egyenesek azok egymásra merőlegesek. Van ennek köze az ortogonális reprezentációkhoz? Ez két teljesen különböző témakör, az egyik kvantumfizika, a másik információ elmélet. Van-e valami köze? Kiderült, ezek az itt felsorolt urak az utóbbi, azt hiszem, hogy mindegyik úr. Sajnos még a matematikában még igyekeznünk kell, hogy a hölgyek is kellően szóhoz jussanak. Na szóval ők dolgozták ki ezt a kapcsolatot, amiről egy picit szeretnék beszélni. Van a kvantumfizikában egy olyan fogalom, hogy Einstein-Podolsky-Rosen pár, vagy röviden EPR pár. Ez úgy jön létre, hogy van két elemi részecske, mondjuk két elektron, és ezeket, ugye mindegyik elektron az lehet egy tiszta állapotban, hogy mondjuk a spinje fölfelé mutat, de lehet, hogy nem, hanem hogy ezeknek valamilyen kombinációja, a fölfelé és a lefelé mutató spinnek valamilyen kombinált állapotában van, és akkor
amikor megfigyeljük, akkor a valamelyik állapotot figyeljük meg, a valószínűség az függ attól, hogy milyen együtthatókkal kombináljuk ezt a két állapotot, nem akarok ebben nagyon belemenni. Na most az van, tehát az egyik mondjuk legyen egyforma valószínűséggel fölfelé és lefelé mutat, amplitúdot kellene mondanom, hogyha tényleg tisztességes kvantumfizikát mondanék, és a másik ugyanebben az állapotba kerül, és a kettőt össze lehet úgy kapcsolni, ezt hívják entanglementnek, csatolásnak, hogy a két kettő az ugyan nem tudjuk, hogy melyik állapotban van, de azt tudjuk, hogy egyforma állapotban van. Tehát vagy mind a kettő fölfelé, vagy mind a kettő lefelé. És akkor azt mondják, hogy ezt az EPR párt, ezt elvisszük jó messzire, Alice és Bob, és akkor mondjuk az Alice megnézi, hogy ő mit talál, és mondjuk ő azt találja, hogy az fölfelé mutat, és akkor kiderül, hogy abban a minutumban a Bobnak a részecskéje is fölfelé fog mutatni. Tehát ha mind a ketten megfigyelik, mindig ugyanazt figyelik meg, függetlenül attól, hogy lehet, hogy akár fölfelé, akár lefelé mutathat ez. Na most, ez úgy néz ki elsőre, mint hogyha ez egy fénynél gyorsabb távolhatás volna. Ezt a két elemi részecskét el lehet vinni nagyon messzire. Azt hiszem, kínai kutatók a Föld két áttellenes pontjára el tudtak vinni egy ilyen csatolt részecske párt. Tehát ez egy megvalósítható, technológiailag már ma megvalósítható, hogy ez nagyon messzire elvihető. És akkor most úgy tűnik, hogy attól, hogy az Alice megfigyeli az egyeit, attól valahogy a Bobé is csinál valamit, és akkor itt egy fénynél gyorsabb távolhatás van, viszont ellentmond a relativitás elméletnek. És hát Einstein, Podolsky és Coleman ezt azért publikálták ezt a cikket, hogy ezzel mutassák, Einstein nem szerette a kvantumfizikát, és hogy hát az ellentmond a relativitás elméletnek. Kiderül azonban, hogy nem, hát, ha például üzenet közvetítésére akarnánk ezt felhasználni, akkor nem lehet. Tehát nem használható a fénynél gyorsabb kommunikációra. Ezt végig lehet gondolni, hogy hiába van, de tulajdonképpen információt nem lehet ezzel közölni. Tehát hiába áll be ugyanabban az állapotban, mint a kettő, nem lehet ezzel információt közölni. Hát akkor miért érdekes az egész? Hát kiderül, hogy azért csak segít a kommunikációban. Nem azzal, hogy fénynél gyorsabban közöl információt, hanem hogy növeli a kapacitást. És hát ebben én most a részletekben nem fog tudni belemenni, de van olyan példa, éppen ebben semmiféle, tehát van egy ABC, ahol a nem összetéveszthető betűk száma valamilyen alfa, de hogyha még kapnak egy ilyen Erdős, Brink, Einstein, Podolsky, Rosen párt, EPR párt, akkor egyáltalán többet is tudnak közölni. Igazából nem tudjuk, hogy mennyivel tudnak többet közölni, lehet, hogy sokkal ezen is túlmutat. Tehát ha van egy klasszikus csatorna, teljesen ebben nincs semmi kvantum, de hozzátesznek egy ilyen EPR párt, akkor be lehet bizonyítani, hogy a beszél nélkül küldhető egybetűs üzenetek számára ez a bizonyos teta, ez még mindig felső korlát marad. Ez a ortogonális reprezentációból kiszámolható teta. Sőt, itt is lehet egy ilyen kapacitást definiálni, hogyha nagyon hosszú üzenetet küldünk, akkor egyel több betű mennyivel növeli meg az üzenetek számát, és ez a teta továbbra is felső korlát marad.
Jó, hát ez akkor tényleg valami kapcsolat itt a kvantumfizika és a ortogonális reprezentáció között. Van azonban még egy valami, és ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye amikor a kvantumfizika előjött, hogy ott elemi részek ilyen véletlenszerűen viselkednek, de azért furán például van ez a csatolt pár. Erről akkor egy olyan magyarázat is született, és tartotta magát hosszú ideig, hogy tulajdonképpen az az igazság, hogy ezek az elemi részeknek van valami belső szerkezet, csak ezt mi nem látjuk. És ők valamilyen állapotba kerülnek, és amikor ezt létrehozzuk, ezt a párt, akkor ez is ugyanabban az állapotban kerül, mint ez, és hát akkor persze ugyanazt látjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen már amikor létrejön a pár, akkor tudjuk, hogy fölfelé vagy lefelé néz, noha ezt a később figyeljük meg. Tehát, hogy tulajdonképpen nincs itt semmi misztikum, ez olyan, hogy hát természetesen, nem tudom én, egy bonyolult szerkezeteknek, autóknak a viselkedését se tudjuk úgy, csak úgy megjósolni, ha megfigyeljük őket az úton, de hát azok azért egy mechanizmus megvan bennük, és az szerint működnek. És Bell a 70-es években egy kísérletet javasolt ennek az eldöntésére, hogy ez az úgynevezett rejtett paraméterek vagy titkos mechanizmusnak az elmélete, ez hogy áll. Én most átfogalmazom az ő kísérletét gráfelméletre, mert szerintem így jobban érthető az egész, legalábbis nekem jobban érthető. Tehát itt van valami rendszer, amit ezekben ezek bizonyos tulajdonságok, amik vagy vannak, vagy nincsenek, ezek a kis pöttyök ezeket jelzik. És vannak bizonyos élek, egy él azt jelenti, hogy az a két tulajdonság egyszerre nem állhat fenn. De még megfigyelünk egy rendszert, akkor annak lehet az az egyik tulajdonság, hogy az elektron fölfelé áll, egy másik megfigyel és azt mondja, hogy lefelé áll, ezt egyszerre nem tudja mind a kettőt megtenni. Ez ad egy gráfot. Tehát itt a bizonyos párokról tudjuk, hogy azok egyszerre nem jöhetnek létre, nem állhatnak föl. De persze nem tudjuk az összeset megfigyelni, mert az a kvantumfizikának az egyik alap törvénye szerint, ugye, hogyha megfigyelünk valamit, azzal megváltoztatjuk a rendszer állapotát, tehát nem lehet úgy megfigyelni, hogy utána még egyszer megfigyeljük ugyanazt a rendszert, mert ugyanabban az állapotban lesz. De mondjuk például ezt a három ez bekövetkezhet egyszerre, de mi csak egyet tudunk megfigyelni. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy itt képzeljük, ez olyan kis ablakok, amin keresztül be lehet lesni a rendszerbe. Minden ilyen az vagy fekete, vagy fehér. Mondjuk legyen ez a két lehetséges kimenete a megfigyelésnek. Hát egy ilyen ablakon keresztül belesünk a rendszerbe, ott vagy fehéret, vagy feketét látunk. Tehát itt például belesünk a rendszerbe, mondjuk ezt megfigyeltük, hogy ez fekete, a többiről nem tudunk semmit. Itt egy másik lehetséges állapot ennek a rendszernek. Ha most mondjuk itt lesünk be a rendszerbe, akkor azt fehérnek látjuk. Na most a kérdés az, hogy képzeljük, itt van egy doboz, van rajta néhány lyuk, belesünk valamelyik lyukon, és akkor ott vagy fehéret, vagy feketét látunk. És azt is tudjuk, hogy a feketék azok között nem lehet él. Tehát két fekete nem lehet él összekötve, két fehér lehet, két fekete nem lehet. Mert azok kizárják egymást. Na most az a kérdés, hogy ezt sokszor megismételjük, milyen gyakorisággal fogunk feketét látni. Hát, ugye, ha azt gondoljuk, hogy ott vannak bizonyos feketék, és vannak fehérek,
És a feketék azok nem lehetnek éllel összekötve, biztos, hogy egyszerre legfeljebb annyi fekete lehet, ez a bizonyos alfa, hogy hány egymással össze nem kötött csúcs lehet ott egyáltalán, és akkor, ha belesünk, akkor annak a valószínűsége, hogy feketét látunk, az legfeljebb, ez az alfa osztva, az n az meg az összes ablaknak a száma. Ugye az ablakok alatt, úgy képzeljük, az ablakok alatt ott van fehér és fekete, csak nem tudjuk melyik-melyik, véletlenszerűen belenézünk, nyilván legfeljebb alfa kedvező eset van, és n az összes esetek száma, tehát ezért legfeljebb alfa per n valószínűséggel lehet feketét látni. Most ez az a... jó? Ez azonban feltételezi, hogy noha mi nem tudjuk, hogy mondjuk ez itt fekete vagy fehér, azért az igazából vagy fekete vagy fehér. Egy kicsit a kvantumfizikának egy ilyen misztikus dolga, hogy éppen azt bizonyítja ez a kísérlet, hogy attól válik feketévé vagy fehéré, hogy megnézzük. Tehát nem igazán tudjuk előre, hogy fekete vagy fehér. Ha a kvantumfizika törvényeiből kiszámoljuk ezt a valószínűséget, akkor nem az az alfa, hanem ez a fura, ami négyzetgyökött volt, ez a fura teta szám jön be. Most mi az igazság? Ha rejtett paraméterek vannak, vagyis ténylegesen csak nem látunk bele, de az már ott van, az ahogy egy klasszikus fizikában ugye egy rendszernek van egy állapota, mindennek megvan a helye, mindennek megvan az állapota, csak legfeljebb mi nem látjuk, nem tudjuk. Tehát ha ilyen van, akkor biztos, hogy legfeljebb alfa per n valószínűséggel láthatunk feketét. Na, melyik az igazság? Hát itt van egy gráf, amire az alfa szigorúan kisebb, mint a teta. Az ötszög is ilyen volt. Ez a gráf valamilyen szempontból jobban megvalósítható, mint egy. Tehát ez is egy gráf, úgy hiába, hogy Wagner gráf, nincs különösebb jelentősége a névnek, ennek 8 csúcsa van, és ennek a 8-ból, hát ezt egy kis számolgatással lehet látni, hogy 3 kiválasztható, úgyhogy semmelyik kettő nincs összekötve, de ha már 4-et választunk, akkor már abból valamelyik kettő össze lesz kötve. Tehát 4 nem választható, nem következhet be egyszerre 4. Ezekből a fekete eseményekből. Ezt a tetát pedig némi üggyel bajjal ki lehet számolni, hogy ez 2 plusz 4-2, ami 3,4-nél egy kicsit nagyobb. Tehát nagyobb, mint a 3. Na most ez az a sok fizikus, aki ezt a kísérletet el is végezte. Sokan elvégeztek hasonló kísérleteket, állítólag itt most már minden lehetséges, zavaró tényezőt kiküszöböltek, nem olyan könnyű, én elhiszem, nem vagyok fizikus. 3 független csapat is elvégezte. Itt van az egyiknek a cikkéből egy ábra, ez egy városrész, itt hozták létre ezt a és ezt az ilyen EPR párral valósították meg. Itt hozták létre az EPR párt, azt szétvitték több mint egy kilométer távolságra, és akkor azt valahogy lehet ott megfigyelést, hogy fölmutat, lemutat, jobbra mutat, balra mutat, tehát pont kijön ez a Wagner gráf belőle. Nem akarom a technikai részleteket elmondani. Ami a érdekes, hogy ha vannak rejtett paraméterek, tehát a rejtett paraméterek elmélete rendben van, akkor biztos, hogy a fekete valószínűsége az legfeljebb 3-8-at, ugye, mert 3, az alfa az 3 volt, az n meg 8. A kvantumfizika azt mondja, hogy az legfeljebb 0,427, ez a teta használatában. Na és mit ad a kísérlet? A kísérletnél 0,401 adódott a fekete valószínűségére.
misztikus módon pont félúton van az alsó és a két korlát között. Minden esetre a rejtett paramétereket az cáfolja, mert annál nagyobb. Ezt nem cáfolja, mert ez csak egy felső korlát, tehát ez valószínűleg érvényes. Hogy pont miért van félúton a kettő között, a számomra misztika, én nem tudom. Fizikai magyarázatot se hallottam rá, vagy tudok rá. De minden esetre ez egy érdekes kapcsolat. És hát azzal fejezném be, hogy itt ez a második fele az előadásomnak egy, hát végül is egy ilyen érdekes út séta volt. Elindultunk információ elméletből, eljutottunk a gráf elméletbe, aztán akkor volt ez a geometria, a vektorokat a szépított esernyővel. Aztán ott optimalizálni kellett, mert azt meg kellett határozni, mi az optimális ilyen reprezentáció. Ez egy elég komoly és modern optimalizálási terület, ilyen, hogy szemidefinit optimalizálás. Tehát ez se egy nyilvánvaló lépés. És innen eljutottunk a kvantumfizikához és olyan alapvető kérdésekhez, mint a rejtett paraméterek elmélete. Azt gondolom, hogy itt még nagyon sok izgalmas kapcsolat teríthető föl. Ennyit lehettem volna fölvillantani. Köszönöm szépen. Bármelyik témakörhöz hozzá lehet szólni, vagy kérdéseket lehet feltenni. Tessék! Hogy ne üljünk itt kényszeredetten, szeretném megérteni dolgokat. Ugye, hogy fölteszem a konkrét kérdést, amit nem értettem, szeretném megegyezni, hogy a kvantumfizika szerint hasonlít a társadalomtudományra, mert mind a kettőre igaz az, hogyha megfigyelik, akkor megváltozik. A tudomás szerint az arról, hogy figyelik, akkor máshogy is. Igen. Megijel, na, akkor fölteszem a kérdésemet, hogy a Alice üzen Bobnak, miközben Bob betűtévesztő. Ez egy elég általános probléma egyébként. Alice próbál üzenni, Bob sok mindent ért, de Bob használ, amit kérde értenie. Szegény Alice-ok oda mennek, azt megmondhatnánk neki, hogy nálunk el tőle, de ez általában nem történik, mert talán csak egy üzenkedik. Na most én azt nem értettem abban a négy csúcsú gráfban az elején volt, hogy ugye a Péter betű az Bobban összetévesztődik a P-val, a Dénes betűvel, egyrészt, mert volt egy ilyen. Másrészt a Q betű is ugyanaz a P-val és a Dénes betűvel össze, és azt az állítás a professzornak, hogy na most kérem szépen, akkor Alice magabiztosan üzengethet a P-r és a Q felhasználásával, mert akkor biztosan célra jött az információ, csak nekem az a problémám, hogy persze Bob mind a kettőt Béla betűen is nézheti, hiszen van a Q-t is betéveszteti Bélának, meg a P-t is betéveszteti Bélának, és az azt hiszi, hogy már végre már Bob érti a üzenetet, a Bob meg azt hiszi, hogy bőbb. De nem, mert pök. Tehát én elvesztem, professzor úr, és akkor ez mitől biztonságos az üzenet? Ebben teljesen igazából egy kicsit leegyszerűsítettem itt a dolgot. Tehát talán azt mondanám, hogy... Akkor jó, vagyunk. Tehát tulajdonképpen csak az ábrának a bal fele érdekes. Tehát, hogy mit téveszthető össze mivel. Azt nem tudjuk, hogy tehát, vagy, oda írtam volna valami olyan D betűt, ami valahogy máshogy néz ki, és a P-ből az lehet, de a vele szembe levő D-ből meg valami más. A A lesz meg C, és akkor az már... Valami ilyesmi, igen. Igen, tehát nagyon örülök, hogy ilyen éles szemmel figyel az előadásra. Köszönöm. Tessék!
vagy ehhez kiegészítésül, hogy a hiba úgy képzelhető el, hogy csak egy tükrözés fordulhat elő a zajba, és kettő nem, ezért ember lefelé is megfordulva is tükrözni, csak egy tükrözés hiba, kettő nem fordulhat elő, tehát emiatt nem lehet azt a két lefut össze, ami két irányba tükrözés készít. Bobról egy optimista feltételezés. Egyszerű. Hát valami egyszerű modellezésről van szó, igen. Professzor úrnak az előadásából én erre a kvantum kapcsolatra gondolva, a kvantum számítógépeknek a, hát a küszöbön előtti létére következteknék, és amiről sok csodát mesélnek, és ez a fénynél gyorsabb dolog, hogy átmegy kapacitásba, ez azt is jelenti, hogy egészen újfajta számítógépeket fognak már csinálni, és vélet problémák se lesznek, mert olyan óriási kapacitású növekedés áll be. Erről esetleg tudna a professzor úr valamit még mondani, vagy konkrétat? Azt tudom mondani, hogy ez a kvantum informatikának az információ elméleti, tehát nem annyira a szám, tehát ez nem egy algoritmus, hanem üzenet továbbítás. Ott ezek már tényleg küszöbön állnak, talán már léteznek is ilyen alkalmazások. Vannak meg egyébként egyéb előnyei is a kvantumfizikai alkalmazásnak, például pontosan az, hogyha valaki megfigyeli, akkor megváltozik az állapot, vagy tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki, tehát nem lehet észrevétel nélkül megfigyelni egy üzenetet. Tehát nem lehet lehallgatni egy üzenetet. Hát Heisenbergnek csak igaza van. Hát úgy tűnik, hogy igen. A kvantum számítógép az egy nehezebb dolog, ott mindenféle egyéb technikai nehézségek vannak, dolgoznak rajta Magyarországon is. Amikor említette, hogy a Microsoft-nál voltam, akkor ott a szomszéd szobában volt egy nagyon kiváló matematikus, Fields érmes matematikus, aki éppen ezen dolgozott valami nagyon szép ötlettel. De még nem jött ki, szóval még nincs ilyen. Csak nyugodtan, amíg még fogalmazzák. Én hallottam a professzor úrtól ezt az előadást kicsit máshogy, de Debrecenben, és ott voltak példák is. Mire jó a gráf elmélet? Milyen gyakorlati felhasználási területei vannak? Hát az elején mondtam, hogy nagyon sok minden modellezhető gráfokkal. Sőt, majdnem, hogy ott tartunk, hogy a fizika kialakul, modern fizika kialakulása a 18.-19. század során valahogy ott az analízis volt a matematikai eszköz, amivel megpróbáltuk megérteni a fizikát. Mondjuk ugye hát a mozgásegyenletek, a differenciál egyenletek írták le a világot. De aztán valahogy a mai világban megszületett az a felismerés, hogy ez nem elég. Tehát például nagyon jól le lehet írni egy részecskének a mozgását, de már egy sok részecskéből álló mondjuk kristály, amiben szennyeződések vannak, meg ilyesmi, annak már sokkal bonyolultabb. Ott már nem tudjuk fölírni minden egyes részecskére ezt a mozgásegyenletet, és ott már maga a gráf, tehát az összeköttetése, gráfjának a tulajdonságai kezdenek fontos szerepet játszani. Ezt talán először a statisztikus fizikusok ismerték föl, a Ising modell nevű például, ahol próbálták azt modellezni, hogy a jég mérolvad egy bizonyos hőmérsékleten, vagy egy másik hőmérsékleten, nem tudom én, egy acél mérveszti el a mágnesességét. És itt kiderül, hogy nem csak a
az anyag tulajdonságainak, csak az egyes atomok tulajdonságainak van nagyon fontos szerepe, hanem annak is, hogy hogy vannak ezek összekötve. Tehát valami, mondjuk egy kétdimenziós rácsban még nincs ilyen hirtelen fázis átmenet, de három dimenzióban már van. Tehát ők vették először észre, hogy hogy a kombinatorikus struktúrája az egésznek, az nagyon fontos. És ez az, amit hát tulajdonképpen ez egy új keletű kérdés az hálózatelmélet, hogy hogy lehet ezt használni. De hát ugye az agy leírása, tehát ilyen hálózatoknak a közös tulajdonságai, azok nagyon érdekesek. Tehát van egy kollégám Pesten, Rónusz Vince például, ők arról írtak cikket, hogy ezt a, egy TBC baktériumon belül levő fehérjéknek az egymással való kölcsönhatásait fölírták egy ilyen gráfnak. És akkor azt mondták, hogy most képzeljük azt, hogy ez nem ez, hanem ez a gráf, ez egy internet, és ráeresztették a Google-nak a Google-nak a kereső algoritmusát, ami ugye azonosítja, nem csak hogy megkeresi, hogy hol szerepel az a kulcs szó, hanem ezek közül kiválasztja a fontosakat. Van egy ilyen, kérlek, hogy PageRank algoritmus. Eresztették, megtalált bizonyos fehérjéket, és kiderült, hogy ezek azok a fehérjék, nagyon jó átfedésen, jó korrelációban, amiket az ismert TBC elleni gyógyszerek támadnak meg. Tehát valahogy a hálózatnak van egy ilyen általános tulajdonsága, ami megmondja, hogy itt mik a lényeges, fontos elemek, és ha ezeket megtaláljuk, akkor ez sok minden hálózatra igaz. Szóval sok ilyen példa kezd összegyűlni. Én azt gondolom, hogy a hálózat elméletnek egy matematikai, hogy is mondjam, megalapozása az egy kulcskérdés lesz a jövőben. Köszönjük szépen! Még egy kérdés. Olvastam az újságban, de most már amit olvashatom, ember az újságban az olyan. A Varadási Albert Lászlóval, mint egy közös projektben szerepelnek professzor úr, és hogy most olvasom a képlet című könyvét, és nagyon, ha nem tudtam először, hogy humbug vagy tényleges, de hát látszik a tudományos hivatkozások a legyeknek, és hát örömmel hallottam, hogy professzor úr is lát ebbe fantáziát, és talán dolgozik ebbe, erről van mondana valamit, hogy a gráfokból hogy lesz hálózat, vagy mert most már úgy érzi, hogy fontosabb a hálózat, illetve az is gráf, tehát hogy ezzel kapcsolatban mi most professzor úrnak a gondolataira, a hálózatokkal látható. Itt nincs egészen szilárd terminológia, tehát matematikai szempontból a gráf az, amit itt elmondtam, hogy csúcsok és azok közt vagy van összefüggés, vagy van. A hálózat az általában ezen kívül még egyebekkel is rendelkezik. Tehát lehet, hogy ott van rajta egy mozgás, valami mozog körbe a hálózaton. Például egy betegség terjed a hálózaton. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy lehet megérteni, hogy betegségek milyen gyorsan terjednek egy hálózaton. Egy információ alapkérdés interneten. És aztán egyéb ilyen kérdések például, hogy katasztrofális események milyen hálózaton tudnak történni, és milyen hálózaton nem. Tehát, ugye van például egy epilepszia, az hogy tud a létrejönni, ugye az egy ilyen katasztrofális esemény az emberi idegsejtek hálózatán, vagy egy ilyen blackout, tehát egy áramkimaradás, ami maga előtt görgetve egyre növeli a,
az igényt, és emiatt aztán az egész nagy terület tett ki meg minden lehetséges kapcsolat, vagy áramforrás. Tehát ezeket kellene megérteni, vannak erre elméletek, hát matematikai szempontból már csomó mindent kidolgoztunk, hát a gráf elmélet ugye visszamegy a mondjuk már az első gráf elmélet monográfiát, azt König Dénes 1937-ben írta, most már több mint 80 éve ez Magyarországon egy fontos terület. Ezt tudok rám mondani, tehát annyi mindent összefog, hogy... Ez egy nagyon különleges felvetés volt, mert ahogy mutatta ezeket az ábrákat, én társadalomtudományokkal foglalkozom, és ugye a Barabási Albert László, ő is szociológus tulajdonképpen is hálózatkutató, és rögtön nekem is ez ugrott be, hogy ezzel, na igen, akkor már oké, hogyha ez már ilyen jellegű hálózat, emberek között, meg információs hálózat, és ezek szerint ennek is ilyen matematikai alapjai vannak, tehát ez a hálózatkutatás, ez nagyon sok mindenre vimmel és együttesen alkalmazható, ha bár azért ilyen mélységekben már nem, én nem tudtam már önnek utazni, de itt van egy kérdés, tessék, parancsoljon. Ezen a világon eltöltünk 25-30 ezer napot, körülbelül ez az életkor. Hány ismerettséget tudunk kötni, és van-e ennek minimuma, maximuma, tudva, hogy nincs átlagember, de valami átlag? Feltehető, hogy ebből a meggondolásból lehet, hogy matematikai alapot is lehet csinálni. Vagy van? A számokat az vizsgálják, nyilván a számok a Mauglitól, akinek egyetlen egy sincs fiatal korában, egészen a, tudom én, az amerikai elnökig terjednek, akinek nyilván nagyon sok ismerettsége van. De én valahogy ilyen pár ezres számra emlékszem, de én nem vagyok szociológus. Vagyok szociológus, tehát ebben nem vagyok egészen biztos, de tudom, hogy ilyen pár ezer, több ezer ismerettséget köt az ember élete során. Egyébként ami érdekes, hogy kinek hány ismerettsége van, ez klasszikus statisztikai megmondás azt mutatná, hogy ez ilyen harangörbe alakul. De kiderül, hogy nem, hanem ennek egy ilyen elnyújtott lecsengése van, és ez volt a Barabási, éppen ezzel robbant be a hálózat elméletbe, hogy ő erre egy mechanizmusra mutatott rá, ami létre tudja hozni ezt a lassú lecsengést. Tehát ugye a harangörbét, azt statisztikát, amikor tanulunk, akkor megtanuljuk, hogy mert sok független hiba összeadódása az egy ilyen normális eloszlást, harangörbét hoz létre. A Barabási rámutatott, hogy a pozitív visszacsatolás, vagy a sznobizmus, tehát gazdagabbak lesznek, szegényebbek lesznek, egy ilyen mechanizmus az meg egy ilyen lassú lecsengést hoz létre. Egyszer rámutatott. Tessék! Ha magát a gráf elméletet és a hálózat önmagában értékelem, akkor az nagyon kiemelem. A hadsejtek hálózati kapcsolási rendszernél a hadsejtek segítségét kérik-e a gyújtáshoz a hadsejtek funkció átképzelés? Hát még itt nem tart ez a tudomány, tehát nagyon sok, tehát azt hiszem, hogy izgalmas fejlemények várhatók a részben az agykutatás területén, részben a gyógyítás területén. Ez összefüggésben áll a mesterséges intelligencia nagy sikereivel is, ami ugyancsak hálózati módszereken alapul. Az egyik hát volt tanítványom, Szegedi Balázs Pesten,
ő például egy olyan elméletet dolgozott ki, amiben a mesterséges intelligenciának ezt a nagy sikereit, ezt arra vezeti vissza, amiért Severini Endre az Abel-díjat kapta ezelőtt körülbelül 8-10 évvel valahogy így. Tehát, hogy az ő munkája az igazából megmagyarázza, és ha egyszer meg van magyarázva, akkor innen tovább is lehet fejleszteni. Mert ezek összefüggnek, és a mesterséges intelligencia meg az orvostudományban nagyon, nagyon is küszöbön áll, mert egy betegről annyi információ van, hogy azt egyre nehezebben tudja, általában nem is egy orvosnál van, és egyre nehezebben lehet ezt integrálni. Tehát a mesterséges intelligenciának nagy szerepe lesz nagyon hamar szerintem. Köszönjük szépen. Hát ha nincs csak kérdés, feltevés, akkor professzor. Igen, hát mindenek előtt akkor én mindjárt nevében megköszönöm elnöknek, a professzor úrnak, hogy eljött hozzánk és mesélt. Hát olyasmiről, amiről szoktunk hallani, gráfokról, arról, hogy a matematika beúszik most már a mindennapjainkba, arról, hogy telefonálni most már azért tudunk így, ahogy telefonálunk, mert mögötte van ugye nagyon sok ilyen matematikai elmélet is, és én úgy gondolom, hogy nem baj, hogy hallottunk, hát nem is értettük mindent. Én kóbérnök vagyok, itt-ott értettem, kisebb részén talán, de én azt hiszem, hogy nem baj az, hogy hallottunk ilyesmiről is. Még egy dolgot talán, ami nem hangzott el, és amit én nagyon fontosnak tartok, és professzor úrról szól, mégpedig az, hogy ugye két vagy három olyan díj van matematikából, matematikában Toki Udi Abel díj, és nem is tudom, a harmadik. Wolf, igen, díj, amelyből kettőt kapok meg professzor úr, és ezeket a díjakat tulajdonképpen Nobel-díjnak hívják, a matematika Nobel-díjainak. Úgyhogy professzor úr van tulajdonképpen Nobel-díjást tisztelni. Szerencsére megakadályozza, ahogy ezt ő mondja, nyilvánvaló dolga. Hölgyeim és uraim, ezzel az ezévi akadémiai estéknek vége van. Szeretném.